Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Ez a videó megjelenik március 6-án. Ezen a napon a hold az indiai asztrológia szerint a Sravana holdházban van, kihat ránk. Ez a holdház jelent bizonyos kapcsolatokat. Keresni kell kapcsolatokat, vagy bizonyos dolgokat össze kell fűzni egymással. Amit ez a holdház még jelenthet, hogy keresünk valamit, vagy keresünk valakit, keresünk egy új irányt, vagy egy kiutat, így lesznek kisebb változások. Merkur bolygó és Vénusz bolygó átlépte a határt. Egy új jegyben vannak. Ez azt jelenti számunkra, hogy a korlátozásokat magunk mögött hagytuk. Így lesznek változások, más az energia. Ezen a napon, tehát március 6-án a nap megvilágítja mindkét kármikus holdcsomót. Ráhu az a felfele mozgó kármikus csomó, jelenti a jövőt, jelenti a változásokat. A nap és Ráhu között van egy jó kapcsolat. Ha itt a jövőről van szó, változásokról van szó, akkor a nap megvilágítja ezt az életterületet, a döntéseket, és így komoly döntésekről lehet szó, és ez előnyös, ha van változás. A nap megvilágítja két út, a lefele mozgó kármikus csomót, ami jelenti a múltat, meg jelenti az érzelmeket. Ez a kapcsolat egy úgy nevezett quincunx aspektus. És ez a quincunx, ez bizonytalanságokat vált ki nálunk, ha a múltról van szó. Vagy ha valaki visszatér a múltból, akkor feltesszük a kérdést, mit akar tőlem? Jó szándékokkal jön, vagy nem? Nem tudjuk. Ezt úgy szoktam elmagyarázni, ezt a kapcsolatot, ezt a quincunx kapcsolatot, hogy képzeld el, hogy van előtted egy inga. És én megkérdezem, mondd meg, hogy milyen irányba mozdul majd ki. Akkor a válasz a következő. Ó, mi itt lakunk, itt egy főút mellett, és azért hallható az autók, meg most a dudálás. Rengeteg biciklis megy, és itt Mallorca szigeten a kerékpárosok és az autóvezetők között mindig vannak ilyen harcok, hiszen rengeteg, különösen itt tavasszal a kerékpározás itt a szigeten, és az autóvezetők ezt nem kedvelik, különösen olyan csoportokban bicikliznek. De ezt így mellékesen mondtam most. Tulajdonképpen ennél a quincunx aspektusnál voltunk. Tehát én úgy szoktam elmagyarázni, hogy képzeld el, hogy van előtted egy inga. És én megkérdezem tőled, hogy mondd meg, melyik irányba mozdul ki. A válaszod? Nem tudom. Fogalmam sincs. Lehet, hogy balra, lehet, hogy jobbra, sőt, még az is lehet, hogy ki sem mozdul. Tehát ez az energia, amikor a múltról van szó, különösen, ha érzelmeket érint. Valaki gondol rád a múltból, vagy te szeretnéd azt, hogy valaki gondoljon rád, és akkor eltöprengsz azon, vajon gondol rám, igen, vagy nem. Hát nem tudom, fogalmam sincs.
Vagy az is lehet, hogy valaki visszatér a múltból, és nem tudod, hogy mit akar. Amire még felhívnám a figyelmeteket, hogy Merkur bolygó gyorsabban mozog, mint Neptun bolygó. És Merkur bolygó ezzel a mozgással közeledik Neptunhoz, és a napokban eléri, utoléri, és együtt fognak hatni. Amennyiben itt művészi területekről van szó, vagy álmokról, vagy álmodozásokról, és erről beszéltek, akkor ez a kapcsolat kellemes. Viszont ha konkrét dolgokról van szó, például egy szerződésről, vagy egy vizsgáról, vagy szeretnél valakivel tisztázni valamit, vagy akarsz komoly dolgokról beszélni, akkor Neptun bolygó kellemetlen lehet, hiszen minden olyan átláthatatlan, minden olyan titokzatos, nincsenek nyílt beszélgetések, nem tudsz valakivel valamit tisztázni, a szerződések vannak, nem tudod, hogy mik a szándékok, az is lehet, hogy valaki be akar csapni téged. Tehát ügyelj a napokban arra, hogy ki mit mond neked, vagy milyen szerződések lesznek, mert ez olyan átláthatatlan, bizonytalan. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, az ő gondolata. Sőt, itt látható ezen a képen az ő gondolata. Ez lehet egy gyermek, vagy gyermekek. Gondol a gyermekekre. A gyermek jelentheti az ő gyermekkorát is, hogy visszagondol a múltba, itt vannak emlékek. A gyermek jelentheti a te fiatalos kisugárzásodat. Lehet, hogy ezen gondolkozik, hogy megváltoztál, olyan fiatalos a kisugárzásod. A gyermek szimbolizál gyakran egy új kezdetet. Tehát az is lehet, hogy itt vannak nála tervek. És hogyan érzi magát? Itt látható a tolvaj. Lehet, hogy valaki ellopott tőle valamit. Ez lehet pénz, lehet egy ingatlan. Lehet az ideje, az energiája, hogy valaki rabolja az energiáját, és ez a helyzet betegíti őt. De a tolvaj utalhat valami jóra is, hiszen ha ő beteg volt, vagy valaki a családban, vagy benne volt egy bizonyos helyzetben, ami betegítette őt, akkor a tolvaj tud segíteni, hiszen ellopja a betegséget, és akkor az elmúlik. Mit fog tenni? Itt látható egy közeledés, sőt, lehet egy házassági ajánlat is, és itt van a szerelem. Ő nyitottan beszél érzelmekről, kimondja azt, hogy hozzád tartozik, itt a kapcsolat, és hogy szeret téged. Mi fűz össze benneteket? Ezt a magyar kártya mutatja, amit a férjem készített. Ez a rovás írás. Itt látható a I betű, és most elgondolkozunk azon, mit jelenthet. Sőt, ezt leírhatod a kommentárba. Ez lehet egy név, például Johanna, vagy János, vagy Jászmin. Ez lehet egy helység is. Most magyar helység nekem nem jut eszembe, de leírhatod a kommentárba, hogy van-e város vagy falu, ami ezzel a betűvel kezdődik. Nekem most eszembe jut Johannesburg, vagy Jeruzsálem. Ország is lehet, például Japán, azon kívül jelenthet egy szót is, például jól alakulnak a dolgok.
A régi írásmód itt van középen, és ennek van egy szimbolikus jelentése. Az lehet, hogy nála vannak magas célok, és te támogatod őt. Azt is jelentheti ez a szimbólum, hogy valamit el akar érni, de túl gyorsan haladt előre, és itt most vissza kell neki kicsit táncolnia. A németeknél vannak az úgy nevezett rúnák, ezek is ilyen régi betűk, és itt látható ez a rúna kártya, és a szimbólum az hasonló, mint a rovás írásnál. Ez a rúna jelenti a nőies energiát, a víz elemét, az intuíciót, az inspirációt. Vagy, hogy jó lenne valamit tisztázni. A napi kártya itt látható. Ez a tárókártya, ez olyan vicces, de nekem nagyon tetszik. Itt tulajdonképpen az eremitről van szó, az jelenteni a visszahúzódást, a csendet. És ahogy a kártyán látható, a lánynak a kezében van ez az inga, meg sok-sok könyv itt körülötte, ez jelentheti a tudást, a tanulást, és az inga pedig utal a spirituális területre. Tehát az fontos most, hogy tanuljunk valamit, vagy bízunk az intuíciónkba, hiszen ez a spirituális terület fontos lehet most számunkra. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maja naptárból. Tegnap nem sikerült, mert nem tudtam belépni a Facebook oldalra, de én nem voltam ezzel egyedül, hiszen sokan írtak nekem, hogy nem működött. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!